Na, a Laci nem találta meg, én viszont szinte azonnal megtaláltam a dobozt, amiben rendeltem a könyveket a gyerkőcöknek. Ide már karácsonyi könyveket is rendeltem, úgyhogy egyszer megvettem ezt a könyvet, a kisegér, aki elhozta a karácsonyt. Ezt... nem tudom, ennek ezt is elvileg a Mikulásnak kellene hoznia, de én lehet, hogy ezt csak jövőre fogom nekik odaadni, és most még elteszem. Én utána néztem ennek egy picit jobban, és bár ajánlották olyan 3 éves kortól, de ők még nem tudnak megülni, szóval megülni egy ilyen hosszabb mesénél, ahol ugye nincsenek úgy igazán képek, így mit tudom, ilyen 2-3 mondatonként, szóval bár megrendeltem, és mindenképpen szerettem volna nekik ezt megvenni, de ezt nem idénre, és ennek a második részét is megrendeltem. Úgyhogy biztos, ami tuti legyen meg nekünk. Én ezt még egy 4 éves kislánynak, tehát a saját kislányomnak én ezt még korainak tartom, és inkább jövő rá, amikor 5 és 6 évesek lesznek, és ugye hát Alex meg hát úgyis odaülő is hozzánk nézegetni, inkább jövőre fogják megkapni, de legalább a jövőre nem kell érte majd harcolni, hanem meg lesz. Na de, ezt karácsonyra fogja kapni, Pippang és Lilit. Ott vannak fönn Tizának a Pippang és Lili könyvei, nagyon szeretjük őket, úgyhogy karácsonyra is kap egyet majd, és meg még egyet. De amit a Mikulás hoz most neki, az Pippang és Lili, és Pippang és a Mikulás. Úgyhogy ez nagyon cuki. Én ezeket nagyon-nagyon ajánlom. Kislányoknak főleg nagyon édes, nagyon-nagyon szép az illusztráció is. Pásztói Ponkának az illusztrációi gyönyörűek. Úgyhogy nagyon-nagyon szép ez a mesekönyv. Vagy az összes Pippang és Lili. Úgyhogy kis egyszerű, tökéletes. Tehát a Liza ezeket nagyon-nagyon szereti, oda bújik mellénk, és akkor de Noé is oda szokott hozzánk kucorodni, és akkor már Alex is ugye nyilván jön, úgyhogy ilyeneket, most mi még ilyeneket olvasgatunk így esténként, úgyhogy ezt még oda fogom rakni Lizához, de most már tényleg megyek le, és elrejtem a kis ajándékokat nekik. Volt. Ez meg ki volt? Várjál, várj meg a Lizát! Ez ki volt? Mi van ott, Alex? Ja, Lizám jöhetünk? De jöhettek. Most? Gyertek. Na, mi van ott? Ki járt itt? Ki volt itt? Mikulás. A Mikulás? Komolyan? Jó, mindenki a saját cipőjét nézi. Ali? Neked ott van belül? Igen. Engedjük meg be Alex szabadra? Neki van ott a legbenne. Igen. Ez a Lizáé. Az a Lizáé? Ja, egy bankát. Anyám a Lizáé. Persze. Apa segít. Aztán ilyen nyolókat! Ilyen nagy nyolókat, mert van fülbe ebbe. Igen? Ilyen! Mit kaptál Alex a Mikulástól? Pálcikákat? Ilyen! Kedve arrébb, hogy ne keveredjen össze. Az micsoda, Liza? Egy. Cukorka, szívecske alakú barbis, ugye? Hát persze. Cukorka. Igen, az a lesz. Ennyi. Neked, Noé, mit hozott a Mikulás?
Csak ebből képzeled, ilyen befűzve. Hol van másik? És hol van neked az itókád, Mai? Ott. Neked mi van? Milyen itókád van? Neked Peppás, látom. Persze, elvihetitek. És így mondhatjuk? Hát most erre mit mondjak? Egyet választom. Egyet, igen, kibonthat. Na, Alex, neked mi újság? Igen. Kaptál cukorkát, te is? Még van ám itt? Hozott még a Mikulás csomagot nektek. Pillanat, szerintem anya megmutatja. Mindenki mehet. Szóval szappan. Jó. Na, van matrica. Elvihetjük. Jó, egy pillanat. Nekem még. Jó. Van még ilyen gyurma. Közös. Jó, együtt játszatok majd, jó. Ez, Sünike, kirak, ezt teheted, ugye? Jaj. Na, matrica. Jó. Matrica van a kezem. Gyere, csücsülj ide, ne, mert visszarakjuk, jó? Ezekkel fogunk most karácsonyig játszani. Jó? Jó, gyerekek? Oké, közös. Mindenki mindennel, jó? És ez kicsoda, Liza? Bori. És mit csinál a Bori? Nem, amit még itt hagytál. Mit csinál a Bori itt? Kolászom. Igen. És itt mit csinál? Megfeküdik. Megy aludni? És hát itt mik vannak? Cipő. És mi van a cipőben? A móka. Hát én szerintem ez Mikulás. Mikulás. Nem ugyanolyan, amit most ti kaptatok? Itt hát a Mikulás a Borinál készült. Mikulás. Bizony. És ő kicsoda? Milyen kis cukor. Akkor jó, hogyha te se tudod. A Bercit ismered? Van a Borinak kis testvére? Igen. És hogy hívják? Berci. Na hát akkor anya jól tippelt. Úgyhogy ezeket fogjuk majd olvasgatni. És Liza, nézd csak! Neked még itt volt a csomagod mellett valami. Ez micsoda, Liza? Lili. Igen? Pippangi és Lili sorozatból, Lili? Ja, na, akkor majd ezt is olvasgatjuk, a Lili és a Télapó, látod? Na, én nekem. Na. Nekem mi legyen? Hát te miért? Tiéd a Berci. Hol a Berci? Itt a Berci, tessék. Melyiket a neked a Bori, a kedvenced? Alexi szereti ugye a Lilit, Pippangés Lilit. Igen. Na, úgyhogy ezekkel fogunk most már karácsonyig majd játszani, jó gyerekek? Jó. Jó, na mentek az édességekhez? Jó, ez van. Jaj, hagytad a szaloncukrodat. Na jól van. Na, ezt kaptad az olyban a Mikulástól, ugye? Na, utasd meg, mik vannak benne. Igen, egy kinder mézi, igen. Oké, tedd le nyugodtan. Hú, egy óriási nagy Mikulás csoki. Várjál, így. Igen. Jó. Jó.
Igen, egy tidbit. Aha. Hú, egy narancs. Szeretjük a narancsot, ugye? Oké. Egy Twix. Szaloncukrok, láttam, igen. Milyen színű szaloncukrok vannak benne? Zöld. És még? Egy marscsoki, igen. Magyaró. Az milyen színű? Szetétkék. Igen. Az micsoda? Alma. Szereted az almát? Mm. És hogy szoktad enni? Felvágva. Felvágva, nem harapva? Mm. Pedig én az előbb azt láttam, hogy te simán haraptad. Ügyesen, ugye? Úgy is tudod már enni, hogy simán harapod. Ilyet is megeszed, igaz? Jó. Sok magyaró van amúgy. Sok magyaró van? Uh-huh. Picikék a magyarók. Uh-huh. Jó, igen. Szereted a magyarót? Igen. Oké. Na, van egy bounty. Kókuszos. Szereted a kókuszt? Uh-huh. Oké. Okay. És sok-sok szaloncukor, igaz? Hát szerintem ezeket ne vegyük már ki. Megmutatom, hogy van piros, zöld és másfajta piros és kék szaloncukor. És még magyarók. Melyik szaloncukrot megkóstolod? Uh-huh. Melyiket? Bármelyiket megkóstolhatod. Na, lássuk, az milyen ízű. Na, harap tele. Ez milyen? Kókuszos? Fincsi? Na, jól van. Örültél a Mikulásnak, hogy adott neki egy csomagot? Az oviban? Mert jó kislány voltál, igaz? Na, jól van akkor. Köszi, hogy megmutattál, Liza. Nali? Jó, mi van benne, kinder tojás? Igen.